Újabb három egykori jobbikos országgyűlési képviselővel bővült a Mi Hazánk mozgalom, többek közt Volner János is az új szervezet tagja lett. Vendégünk Dúró Dóra, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese és független országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok, vagy jó reggelt kívánok, ez még a szokás hatalma továbbra is. Volner János mellett Apáti István és Fülöp Erik is csatlakozott önökhöz. Mindhárman kérték már tagfelvételi kérelmüket, és hogy mikorra várható döntés ebben a kérdésben. Valóban a felvételi kérelmük megérkezett a Mi Hazánk mozgalom vezetőségéhez, amit egy nagyon nagy előrelépésnek tartok, és úgy gondolom, hogy bár sokan azt a látszatot szerették volna kelteni, hogy ez természetes, hogy ők csatlakozni fognak hozzánk, ez korántsem volt előre eldöntött. Az, hogy az értékrendi közösség meg volt köztünk akkor is, amikor ők még a Jobbikban maradtak, az többször hangsúlyoztuk. Mi volt akkor, hogy végül mégis csatlakoztak? Voltak olyan stratégiai kérdések, amelyeket mindenképpen kellett egyeztetnünk arról, hogy ennek a pártnak, a Mi Hazánk mozgalomnak a helye hol lesz a politikai palettán, mi az a politika, amit folytatni szeretnénk, és ez hogyan illeszthető bele az ő elképzeléseikbe. Ugye 4 független képviselő, már csak egy kell ahhoz, hogy akár frakciót alakítsanak, meg a házszabályt kellene módosítani. Van ilyen céljuk? Úgy gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalom sikeressége nem azon fog múlni, hogy van-e frakciója, vagy nincsen. Ez sok pozitív előnnyel járna, ugye napirend előtti felszólalások, bizottsági helyeket kapnának. Valóban felszólalási lehetőségek, illetve pénzügyi támogatás is járna azzal, hogyha frakciót tudnánk alapítani, ugyanakkor a jelenlegi keretek között szeretnénk boldogulni, és így szeretnénk sikerre vezetni ezt a közösséget. Hogyha mindig azzal foglalkozunk, hogy milyen körülményeink vannak, akkor biztos, hogy soha nem leszünk sikeresek. Tárgyalt egyébként ezzel kapcsolatban Kövér László házelnökkel, ugye ezt jó lenne tisztában tenni, mert maga Torockai László is többször lebegtette a frakció alakítás lehetőségét. Nyilván az, ahogyan említettem, felszólalási lehetőségekben is és pénzügyileg is jól jönne, hogyha lenne frakciónk, de nem folytattam ezzel kapcsolatban tárgyalást Kövér Lászlóval, tehát ezek a sajtóhírek, amit egyébként elsősorban a Jobbik igyekezett azért megosztani mindenkivel, ezek teljes mértékben nem fedik a valóságot. Egyébként körülbelül hányra tehető azoknak a száma, akik csalódtak a Jobbikban és a Mi Hazánk mozgalomhoz csatlakoztak, vagy csatlakoznának? Ugye szeptemberben jegyezték be a pártot, most már azért a tagfelvételi kérelmekből lehet látni, hogy hányan jönnének át. Bizony, óriási az érdeklődés, és azok a jelentkezők, akiket még júniusban az ásotthalmi zászlóbontáson sikerült megnyernünk, illetve azt követően jelezték csatlakozási szándékukat, őket sikerült megtartanunk, és még többen jelezték azt az idők folyamán. Például tegnap is feloszlott a Jobbikban az üllői szervezet, 2 újabb önkormányzati képviselő kilépett a Jobbikból, tehát ez az áramlás még mindig tart. Hogy a mi tagságunknak nagyjából egyébként az 1/3 olyan, akik a Jobbikból érkeztek, 2/3 olyan, aki eddig nem foglalkozott ilyen mértékben politikával, vagy csak civil keretek között tette meg. Ezt egyébként szintén egy óriási eredménynek tartom, hogy ez a fajta nemzeti, konstruktív, jobboldali politika, amit a Mi Hazánk mozgalom meghirdetett, ez új embereket tud megszólítani. Tegnapi sajtótájékoztatón Volner János azt mondta, hogy azoknak az embereknek a többsége, akik nemzetben gondolkodtak, és a Jobbiknak az eredeti értékrendjét szerették volna továbbvinni, azoknak a többsége már a Mi Hazánk mozgalomban van. Úgy gondolom, hogy ez helytálló, ez a megállapítás. Most körülbelül hányra tehető a számuk, a tagok száma? A hivatalos tagfelvétel folyamatos, néhány száz, talán az ezret eléri, de a jelentkezőink száma 2500 fölött van. Jó, térjünk át a családpolitikára. Konkrétan, ugye ön az, aki azt szerette volna elérni, hogy abortusz előtt minden kismama hallja meg, hallgassa meg a gyermeke szívhangját. Ezt nem vette tárgysorozatba a Népjóléti Bizottság. Csalódott? Nagyon régóta próbálja ezt átvinni. Csalódott vagyok a tekintetben, hogy úgy gondolom, hogy egy össznemzeti ügyről van szó, és egy nagyon súlyos társadalmi problémáról, amit kezelnünk kell. Magyarország egy 10 milliós lélekszámú ország, és évente 30 000 abortusz történik meg hazánkban. Minden negyedik gyermeket már magzati életkorban erre a sorsra jut. Tehát úgy gondolom, hogy igenis szükség lenne arra, hogy például tájékoztassuk az abortuszra készülő anyákat, akiket egyébként szintén áldozatnak tartok. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy nem az egyéni felelősséget szeretném hangsúlyozni, hanem az, hogy a társadalomnak, az államnak, a politikának igenis kellene ezzel az üggyel foglalkozni. De azért a tájékoztatás, illetve a magzati szívhang meghallgatása
meghallgattatása, ez két különböző dolog. Ugye a kritikusai azt mondják, hogy ez gyakorlatilag az anyában bűntudatot, lelkiismeretfordulást próbálnának kelteni, és ezzel sarkalni olyan döntésre, hogy ne vetesse el a magzatot. Azért hoztam példaként a tájékoztatást, mert szeretném azt tudatosítani mindenkiben, hogy itt nem egy sejtcsomóról van szó, nagyon sokan azt mondják, és ezért hoztam is magammal egy ilyen 10 hetes gyermeknek a képét, aki az életvédelemnek a jelképe, tehát 10 hetes korában már így néz ki, és úgy gondolom az érzékelteti, igen, az érzékelteti, hogy már nem egy sejtcsomóról beszélünk. Másrésztről az, hogy egy édesanyja milyen helyzetbe kerül, mert úgy gondolom, hogy önmagában a szívhang meghallgatása nélkül is ez egy nehéz döntés, viszont a gyermek életét pedig meg tudjuk akár menteni, hogyha a szívhanggal lehetőséget adunk neki arra, hogy az édesanyjával életében egyszer legalább kommunikáljon. Ugye ő nem tud másképpen szólni a külvilághoz ebben a korban még, hanem a szívhang az egyetlen, amivel érzékeltetni tudjuk, hogy kiről is van szó. Ugye itt a magzat életének védelme és az anyai önrendelkezés joga, ami ütközik. A Mi Hazánk mozgalom, az önálláspontja ezzel kapcsolatban micsoda? Tehát mi az, ami elfogadható egy nő életében, amikor azt mondja, hogy én ezt nem tudom megtartani, nem tarthatom meg ezt a gyereket? Én a pozitív oldaláról szeretném megközelíteni ezt a kérdést, és azt a kérdést teszem fel inkább, hogy mi az én feladatom, vagy mi az államnak a feladata, és az úgy gondolom, hogy mutassa meg ezeknek az anyáknak a másik lehetőséget, a gyermek életben tartásának a lehetőségét, és mindent tegyünk meg azért, hogy azok a nők, akik úgy érzik, hogy nem tudják vállalni a gyermeket, ne érezzék ezt egy pillanatig sem, hanem minden édesanya, aki szeretné egyébként, hogy az ő gyermeke megszülessen, minden segítséget kapjon meg az államtól. Itt az anyaotthonok fejlesztésétől kezdve a pénzügyi támogatások anyagi megbecsülésig mindenre gondolok, tehát egy átfogó társadalom szemléletváltásra és egy átfogó állami intézkedési tervre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.